Sok szeretettel köszöntelek a mai videó bemutatóba. A bemutató tárgya, hogy megismerkedjünk egy Linux operációs rendszer telepítésével, méghozzá Linux Mint egy speciális verziójával, ez pedig a Debi, vagyis a Linux Mintnek az a verziója, amikor a fejlesztők csak és kizárólag a Debian disztribúcióból azokat a komponenseket válogatták össze, azokat a szolgáltatások, amelyek szabad felhasználásúak. Tehát ebben a disztribúcióban egyetlen egy jogdíjköteles elem sincs. Ennek ez a specialitása. A korábbi Ubuntu videóban látottakhoz képest lesznek változások, de mivel ez is és az Ubuntu is Debian alapú operációs rendszer, ezért olyan túl nagy különbségek nem lesznek. Nézzük akkor a telepítést, hogy működik. Még mielőtt ezt megtesszük, egy pici plusz információ. A telepítést USB pendrive-ról fogom elvégezni. Ezt megelőzően ugye az ISO-fájlt letöltöttem az internetről, és az ISO-fájlt egy megfelelő programmal elhelyeztem az USB pendrive-omon. Erről az USB pendrive-ról indítottam egy úgynevezett élő, live operációs rendszert, ami jelen pillanatban a képernyőn látható. A live rendszernek egy fontos eleme a telepítőkészlet, ugye itt látszik is, illetve maga a telepítő program. Tehát ezt a programot fogjuk most használni, install Linux Mint, választjuk is ki, és indítsuk el egy enterre. Hogyha kiválasztottuk, akkor ezt el is tudjuk indítani. Nagyszerű. Tehát itt van, amiről beszéltünk, ugye ez egy Linux Mint Debian Edition verzió, méghozzá 4-es, és az ő neve Debi. Na, folytassuk akkor a telepítést, illetve kezdjük el a telepítést. Első lépésként be kell állítanunk a nyelvet. Ha itt nem Magyarországban, nem Hungarian-t látod, akkor a listából választ ki, és már is mehetünk tovább. A következő képernyőn neked biztos, hogy nem Európa lesz, tehát ezért kattintsunk a nyomógombra, válasszuk ki Európát, és ezt követően a mellette lévő nyomógombon pedig válasszuk ki Budapestet. Nem Bukarestet, bocsánat, Budapestet. Ha mindent jól csináltok, akkor épp itt az aktuális órának kell látszani, ami értelemszerűen nem fog megegyezni a jobb alsó sarokban lévő órával. Tudjuk, ez már akkor az időzónás és a téli-nyári időszámításos dolgokat is figyelembe veszi. Ha ezzel megvagyunk, mehetünk tovább. Következő lépésben a jövőbeli operációs rendszerünk billentyűzetének a beállítását kell megtennünk. Arra figyeljünk, hogy a billentyűnek megfelelő modellt válasszuk itt ki, kinek milyen van. Nekem ez az alapvetően, ez a 105-ös billentyűzetem van. Magyar kiosztással és magyar változattal. Ugye ez azt jelenti, hogy ebben a verzióban nekem, ugye itt alul van az Y és középen a Z, és ezen a billentyűn van még nekem a hosszú I. Hogy ez tényleg így van, ezért itt alul a sávba, ha bekattintunk ebbe a beviteli mezőbe, ugye látszik, hogy valóban az IY itt vannak egymás mellett, egy sorral följebb a jobb oldalon ott van néhány ékezetes, és a legfelső sor végén is ugye a szokásos magyar ékezetes betűk, billentyűk megtalálhatók. Ha tényleg megfelelő minden billentyűnek a megjelenése, akkor mehetünk tovább, tehát kattintsunk a Next-re. Ebben az ablakban kell megadnunk a számítógépünk és a felhasználónk, vagyis a saját nevünket, mivel már beállítottuk a magyar billentyűzetet, ezért tökéletes magyarsággal beírhatjuk ide a nevünket. Majd a következő rubrikába be kell állítanunk a gépünk nevét. Én azt szoktam javasolni, hogy mindig a számítógépünknek a gyártójának a neve legyen a gép neve, tehát Acer, HP, ThinkPad, Lenovo. Ha egy rendszerben több ugyanolyan gyártótól származó gép is van, akkor pedig javaslok egy sorszámozást, tehát Acer 1, Acer 2, Acer 3, stb. Én most egyedül egy gépet fogok használni, nem lesz hálózatom, tehát maradok az Acernél. A következő elemet kitöltötte az operációs rendszer, viszont én kijavítom a hosszú ékezetest rövidre. Alapvetően ez az a név, amit mindenhol használni fog a számítógépünk, méghozzá nagyon fontos azonosításra. Ez az úgynevezett felhasználói nevünk, ezzel fogunk belépni. A felső úgynevezett teljes nevünk, ez tulajdonképpen csak egy ilyen tájékoztató jellegű információ, ami fontos, az a felhasználó neve. Ma már azért az ékezetes kódoknak a használata teljesen normális a számítástechnika világába, de sajnos vannak még olyan programok, amik nem feltétlen készültek fel erre.
azért lássuk be, hogy a világ nagyobbik része nem feltétlen magyarul beszél, hanem angolul, és ott meg nagyon vannak ékezetek. És ezért javaslom, hogy ilyen rendszer szintű neveknél, rendszer szintű azonosítóknál ne használjunk ékezetet, ezért javítottam ki én is. Jó, következő lépés, adjuk meg a jelszavunkat, én nagyon bonyolult jelszót fogok adni, figyeljünk rá, hogy kétszer adjuk meg egymás után, és ha itt a végén két pipát látunk, akkor az azt jelenti, hogy minden rendben van, tehát a két jelszó egyforma. Következő beállítási lehetőség, egy automatikus bejelentkezés. Ha ezt bekattintjuk, akkor a telepített operációs rendszer a számítógép bekapcsolását követően azonnal belép, és azonnal ezt a kezelőfelületet látjuk, ami nem biztos, hogy jó dolog. Ugye a számítógép adattárolóján személyes adatokat fogunk őrizni, nem biztos, hogy jó dolog az, hogyha ez bárki bármikor a számítógépünk különös azonosítása nélkül hozzáférhet. Tehát javaslom, hogy ezt az opciót bármennyire is könnyedebb használatot próbál ígérni, ne alkalmazzuk, hanem igenis, hogy mindig követeljük meg a jelszó megadását a belépési eljárás során. Ha teljesen paranoiásak vagyunk, és vannak olyan esetek, amikor céges adatok, egyebek vannak, akkor amiket érdemes tényleg valóban titkolni mások előtt, akkor érdemes még bekapcsolni ezt az úgynevezett felhasználói mappa titkosítását. Ebben az esetben nem csak egy jelszó véd a belépés ellen, tehát nem tudják a számítógépen ment keresztül, a billentyűzeten keresztül ellopni, illetve bejelentkezni és ellopni az adataimat, de ha ellopják a számítógépemet és kiszerelik belőle a merevlemezt, és beteszik egy másik számítógépbe, akkor sajnos hozzá fognak férni az adataimhoz. Ha ezt a titkosítást bekapcsoljuk, akkor hiába férnek hozzá, az én nevem és jelszavam nélkül nem tudják dekódolni az adataimat, tehát hogyha kicsit valaki paranoiás, akkor javaslom, hogy ezt is kapcsolja be. Még egy gondolat ehhez a körhöz, hogyha egy viszonylag alacsonyabb sebességű, mondjuk asztali számítógépünk van, akkor ezt ne nagyon kapcsoljuk be, mert azért viszonylag erőforrás igényes az adatok folyamatos kódolása és dekódolása, tehát értelemszerűen ezt egy alacsonyabb sebességű, vagy alacsonyabb teljesítményű gépnél ne nagyon használjuk. De ha paranoiás vagyunk, akkor nyugodtan. Jó, következő lépés annak a végrehajtása, illetve annak a meghatározása, hogy hova kerüljön az operációs rendszer, melyik tárolónkra. Alapból egy automatikus telepítésnél csak annyit kell megmondanunk, a több meghajtó is van a gépben, hogy melyik az a meghajtó. Ugye nekem egy 500 GB-os merevlemez van ebben a laptopban. Ide tenném fel az operációs rendszert. Ha ne adj Isten, egyetlen merevlemezünkön van már egy másik operációs rendszer, mondjuk egy Windows, és amellé szeretnénk mondjuk próbából egy Linuxot föltenni, akkor ez a megoldás semmiképp sem járható. Akkor nincs más hátra, mint az úgynevezett manuális beállításokat használni, de akkor is ugyanez van, hogyha mi valami speciális módon akarjuk felosztani a gépünkön lévő tárolót, amit én most például meg is akarok tenni. Na nézzük! Ezen az operációs rendszeren van egy meghajtó, tehát megbeszéltük, hogy 500 GB-os meghajtónk van. Jelen pillanatban teljesen üres, tehát ez egy tök új gép, erre még semmi nem volt, ezért partíciót fogunk szerkeszteni. Na nézzük. A programunk, ami ezt meg elvégzi, ez a gparted, ez nagyon kellemes kis program, hogyha két több operációs rendszert akarunk egy merevlemezre tenni, akkor az átrendezéshez, illetve a békés egymás mellett élés kezeléséhez ez a program nagyon jó megoldás. Én most csak egy Linuxot akarok föltenni rá, de nem szeretném az egész partíciót egybe használni, hanem azt szeretném, hogyha 32 gigányi, ugye ez a 32768, ez a 32 gigának a pontos kiszámítása, tehát a 32 gigányi információt ugye megabyte-ban kell megadni, ekkora nagyságú partíciót fogok létrehozni, ez lesz a rendszer partícióm. A Linux alapú operációs rendszerek egy olyan 10-12 gigán bőven el vannak, ezért a szakirodalmak legtöbb esetben egy 16 gigányi, 24 gigányi partíciót szoktak javasolni, mi most nagyon jó szívűek leszünk, és adunk a rendszerünknek egy 32 gigányi területet, nem fog hiányozni a fönnmaradó dupla terület. Figyeljünk rá, hogy priméri partíció legyen, és figyeljünk rá, hogy X4 típusú legyen. Ha ezzel megvagyunk, adhatunk neki nevet, de majd a későbbiekben ezt megoldhatjuk másképp is. Tehát első körben arra figyeljünk, hogy primér és X4-es legyen. Jó, itt fönt meg is rajzolta a rendszerünk, hogy akkor ő egy X4 típusú partíció. Jó,
A fönnmaradó üres területet pedig egyben fogom lefoglalni, így ahogy van, arra figyeljünk, hogy ő is primary legyen, és X4. Ha ezzel meg vagyunk, akkor ugye talán látjuk, hogy akkor két partíciót hoztunk létre, el is használtuk a teljes merevlemez kapacitásunkat, tehát végrehajthatjuk a műveleteket, és a partíció változtatásokra felszólíthatjuk a rendszerünket. Na végre. Elvégzi a particionálást, a megfelelő parancsok itt kiadásával. Itt látszik egyébként, itt mutatom, hogy milyen parancsokat ad ki a rendszer annak érdekében, hogy ezeket a módosításokat elvégezze. A Linux operációs rendszer az jellemző, hogy egyrészt kezelőfelületről, másrészt parancsorból minden elintézhető. Ez sokak számára kellemes hír, és sokak számára pedig Jézus Mária, meg kell jegyeznem parancsokat. Nem kell, de ha valaki szeretné ezt utat járni, akkor itt lehet tanulni. Jó. Elvégzett minden módosítást, én ezt bezárom. Jó, látjuk, hogy létrehozta valóban a partíciókat, akkor most már ezt a particionál programot bezárhatjuk, és frissíthetjük a particionálás szolgáltatásunkat. No, látjuk, hogy létrejött ezen a merevlemezen két partíció, és akkor most, ha duplán kattintunk rajta, akkor meghatározhatjuk, hogy melyiket mire használja a rendszer. Úgynevezett csatolási pontokhoz kell rendelnünk a létrehozott köteteket. Az első és legfontosabb kötet ez az úgynevezett fő vagy root partíció, ami tulajdonképpen a teljes rendszer partíciónak a gyökerét jelenti. A Windows-al ellentétben a Linux-ban nincsenek CD, meg E, meg F, meg A meghajtók, akárhány meghajtónk van, az mind, majd egy pendrive, egyebek, mind az úgynevezett fő partíció alá fognak bekerülni. Tehát ebből a szempontból egy sokkal egyszerűbb eljárásunk van. És ugye megmondjuk, hogy ő egy X4 típusú file rendszer, és már is létrejött ez a partíciónk. Na nézzük. Kettes partíciónk, na ő lesz a mi home mappánk, tehát ide kerülnek a felhasználói adataink, és ő is egy X4 típusú rendszer. Ha ezzel megvagyunk, akkor mehetünk tovább. Megkérde a rendszer, hogy hova tegye az indító eljárást, ugye az a grub, ez a Linux rendszereknek, a Debian, pontosabb Linux rendszereknek az úgynevezett indító eljárása. Lehet választani partíciót, vagy teljes merevlemezt, mikor melyiket érdemes választani. Hát partíciót akkor érdemes választani, hogyha több operációs rendszer is van a gépen, és úgynevezett multiboot rendszert akarunk használni. A gyökérbe, vagyis a merevlemez fő indító rendszerébe helyezni a grubot, akkor érdemes, ha csak ez az egyetlen egy, vagy tisztán Linux rendszereink vannak, akkor ezt a rendszer jól fogja kezelni. Mivel nekünk ez az egyetlen rendszer lesz, nem lesz más operációs rendszer, ezért én a fő partícióra fogom ezt tenni, és mehetünk tovább. No, tulajdonképpen mindent elvégeztünk, ami kellett. Ellenőrizzük végig a beállításokat, ha tényleg mindenhol azt látjuk, amit szeretnénk, akkor mehetünk telepíteni. No, el is indul a telepítés. A telepítés képernyőjén fölül itt tájékoztató üzenetek találhatók, illetve nagyon fontos tájékoztatások jönnek ebbe a baloldali panelben. Ezeket érdemes a telepítés során végigolvasgatni, na tényleg nagyon hasznos információk vannak benne. Alul pedig egy folyamatjelzőt látunk. Na akkor itt kezdem egy picit gyepálni az ellenrendszert. Megmondom őszintén, hogy én régen nagyon-nagyon nagy Windows fan voltam. 82 óta foglalkozom számítástechnikával, 83 óta Windows-zal és DOS-szal, úgyhogy elég erős kötődésem van ez a rendszer. Ez a mai napig még bohózkodok Windows 10-es rendszerekkel, de igazából az elmúlt 14-15 évben már a Linux az, ami az alapvető munkakörnyezetem. És mi a gyepálás lényege? Hát a Windows-zal nekem két nagyon nagy bajom van. Az egyiket fogom elmondani, ez pedig az, hogy sose tudom, hogy a Windows éppen mikor mit csinál. Tehát a különböző állapot jelzései szerintem félelmetesen siralmasak. A másik pedig a frissítésnek az eljárása, aminél szintén ugye kifejezetten épp az állapotváltozások siralmas
kezeléséből adódóan egyszerűen szörnyű megmondani, hogy mikor lesz vége, éppen hol tart, tényleg dolgozik, vagy nem csinál semmit. Tehát amikor azt mondja, hogy letölt, akkor egy olyan programon keresztül, amivel a hálózati kártyáknak az aktivitását lehet nézni, meg sem mozdul, és ő meg azt mondja, hogy letölt, és szépen számolja a százalékokat, tehát ettől megmondom őszintén, falnak tudok menni. A Linux-szal ellentétben itt mindig, tehát a Linux ezzel ellentétben itt mindig pontosan tájékoztat engem arról, hogy éppen mi történik. A Windowsban gyakori az, hogy egy folyamat elindul, 3%, 5%, majd megáll, 15-20 percig 5%-on van a rendszer, és egyszer csak 97-99, és puf, kész, befejezte. Tehát ennél idegesített tájékoztatásról én megmondom őszintén, még sehol nem láttam. Na itt a Linuxnál látjuk, hogy az állapotjelző szépen folyamatosan folyik, de nem az, hogy itt van, aztán itt, hanem szépen látni fogjuk, hogy folyamatosan az előrehaladásnak megfelelően tölti ki a rendelkezés állatot, tehát a százalékos végrehajtott feladatokat százalékosan normálisan mutatja. A másik, hogy jellemzően az állapotváltozásnál jelzik, amennyiben erre lehetőség van, jelzik azt is, hogy éppen mi történik. Tehát mint itt is most ugye látjuk, hogy éppen melyik az a fájl, amelyiket másolja az operációs rendszer a telepítő készletből a merevlemezünkre. Hát ugye látjuk, hogy elég gyorsan változnak, ugye a pici fájlok esetén főleg, elég gyorsan változnak a fájlnevek, ezeket nem is kell megjegyezni. A lényeg az, hogy lássuk, hogy ezek változnak, valóban történik a dolog, úgyhogy a telepítés normálisan megy. Ugyanezt fogjuk tapasztalni a frissítésnél is. A frissítésnél is normálisan lehet látni, hogy mit csinál az operációs rendszer, és normálisan folyamatában változik a százalék is. Na ennyit a gyepálásra, és akkor fordítsuk a figyelmünket itt a tájékoztató ablakra. Ugye látszik, hogy különböző programokat, különböző lehetőségeket mutatnak be nekünk ezen a tájékoztató ablakon a különböző területekre. Épp itt most az előbb a multimédia volt, sőt itt most a képek, a multimédia, egy másik világa, az állóképek világa látszik. Itt mindig megjelenítenek néhány szoftvert, azért tudni kell, hogy ezek a szoftverek alapból nincsenek rajta a számítógépen. A Debian disztribúciónak az egyik nagy erőssége, hogy a rendszer fejlesztője fenntart egy úgynevezett szoftvergyűjteményt. Ezt egy szoftverkezelő programmal lehet, ezt a szoftvergyűjteménykezelő programmal lehet kezelni, és ennek a segítségével lehet innen szoftvereket letölteni. Ha valakinek van okostelefonja, akkor bizonyára ismeri a Google appoknak a Play áruházát. Na hát a Play áruháznak a gondolata valahonnan innen ered, hogy a szoftverfejlesztőknek adjunk egy olyan felületet, ahova az általuk elkészített szoftvereket fölhelyezhetik. A Debian annyival spékelte meg ezt a dolgot, amit a Google Play is átvett, hogy ő ellenőrzi ezeket a szoftvereket, és csak akkor engedi meg a szoftvergyűjteményben elhelyezni, ha az alapvető kritériumoknak megfelel, ugye vírusmentes, hibamentes, stb. Hát azért ez nem mindig sokat sikerülne a hibamentesség, de valóban komoly problémák, komoly hibák nincsenek a szoftverben. Ebben a szoftvergyűjteményben aztán egy megfelelő programmal bárki keresgethet. Ebben a szoftvergyűjteményben olyan, itt a bemutató során majd olvashattok egy olyat, hogy több mint 30 ezer alkalmazás van, így van, több van benne. Az én utóbbi ilyen tájékozódásom során, ha jól emlékszem, tám közel 60 ezer alkalmazás, 60 ezer csomag található meg ebben a szoftvergyűjteményben. És akkor még egy pici visszatekintés a Windows kontra Linux világra. Ebből kifolyólag, hogy a Linux, illetve a Debian kifejezetten csomagorientált operációs rendszer, az azt jelenti, hogy minden egyes pici kis funkciót, egy funkciót csomagot egybe készítenek el a fejlesztők, így, hogyha bármilyen kis apró dologban módosításra, javításra van szükség, akkor nem kell az egész rendszert újraépítgetni, meg újra telepíteni, meg egyébként, hanem akkor csak ezeket a kis csomagokat kell a régit eldobni, az újat pedig behozni. Tehát a frissítése a rendszernek sokkal dinamikusabban, sokkal könnyebben megoldható. Ezért is, na itt van, amit az előbb mondtam, tehát böngészen 30 ezer szabad alkalmazás között, hát ez a 30 ezer alkalmazás, mondom, ez 40-45-50 ezer, a nem szabad alkalmazások közül is van egy 10-15 ezer, tehát ez valahol ma olyan 60 ezer környékén jár.
Tehát ebből az úgynevezett software managerből, itt látszik az elején a software man, ebből a software managerből itt látjuk az egyes alkalmazást, cut, igen, telepítem, kész. Ha nem kell, ugyanez a játék, cut és törlés. Tehát ugyanúgy működik, még egyszer mondom, tehát akinek van okostelefonja, ez körülbelül ugyanaz a játék, mivel ez a forrás, hogy mint a Google Play áruházban. Köl, nem köl, kész, ennyi. No, közben a rendszerünk szépen lassan most már a végéhez közeledik. Hopp, egy kis alt kedvesség, ugye, ha már az előbb szapultam a Windows-t, akkor azért vannak olyan programok, amik valóban csak Windows alatt futnak, és ezért vannak még sokan, akik Windows rendszert használnak. Na, a Linux alatt létezik egy Wine nevű futtatókörnyezet, aminek az a kifejezett célja, hogy Windows-os programokat futtassunk Linux-os környezetben. Hát nem minden programot lehet ebben a Wine környezetben futtatni, vannak olyan programok, amik nagyon speciálisan tényleg a Windows legbelső lelkét használják. Na erre van a VirtualBox, ez egy úgynevezett virtuális számítógép ablakot hoz létre a Linuxon belül, amely ablakba akár egy Windows-t is föltelepíthetünk. Tehát magyarán szólva a Linuxon belül lesz egy számítógépünk, azon lesz egy Windowsunk, és arra olyan alkalmazást telepítünk, amilyet akarunk, az már tökéletesen fog működni. Na, visszatérve akkor a csomagokra, tehát a frissítésnek az a lényege, hogy ezeket a csomagokat a rendszer nyilván tartja. Egyrészt ugye a Debian szoftverbázisban, szoftveradatbázisban minden csomag, minden állapota nyilván van tartva. Amikor letöltünk egy csomagot, akkor nálunk erről szintén keletkezik egy nyilvántartás. A frissítő programnak semmi dolga nincsen, mint ezt a nyilvántartást, meg azt a nyilvántartást összehasonlítani, és ha a Debian szoftverközpontjában egy újabb, frissebb csomag található, ugyanebből a csomagból, akkor azt szépen le kell tölteni, ezt a régit el kell dobni, az újat pedig le kell tölteni. És ennyi. Tehát a frissítés tulajdonképpen egy roppant egyszerű összehasonlítás, letöltés, telepítés című folyamattá. Hát elég durva ez a szó, de degradálódik. Itt is van tulajdonképpen, amiről beszéltem. Tehát van egy ilyen úgynevezett csomagkezelő alkalmazás, amely csomagkezelő alkalmazás, itt látszik egy-egy sor, egy-egy csomag. Tehát maga a kernel, tehát a számítógépünket legalapvetőbb szinten kezelő rendszer is, programcsomag is egy ilyen egysége ennek a rendszernek. Ez is bármikor letölthető, föltelepíthető, és ezáltal, hogyha a Linux rendszer magját képező kernel megváltozik, torzvaldék ezt megváltoztatják, akkor a Debian szoftverközpontjába ez bekerül, erre a rendszerünk rájön, letölti, frissíti, újraindítja a rendszerünket, és már is van egy új operációs rendszerünk, egy új kernellel. Hát ez a Windowsban egy kicsit nehezebben működik. És szépen lassan most már elérünk a telepítési folyamatunk végére. Már a rendszer betöltőt ellenőrzi, tehát megnézi, hogy valóban minden olyan komponens fölkerült-e a telepítés során, amelyek ahhoz kellenek, hogy a rendszer újraindítható legyen, és ha ezzel végzett, akkor elvileg a telepítés be is fejeződött. Hát én remélem, hogy sokaknak tetszeni fog ez a Linux Mint Debi. Tudnélik, ennek a bemutatójára csak azért került sor, mert ez az a rendszer verzió, ez az a Linux verzió, ami alapból is erősen hasonlít a Windowshoz. Tehát azok, akik a Windowsban, mondjuk a Windows 7 miatt egy picit csalódtak, és nem akarnak, vagy nem tudnak áttérni a Windows 10-re, azoknak ez az ingyenes rendszer kellő, megfelelőségű környezet lehet a jövőben. Ingyen lehet hozzáférni, kell hozzá egy 4 GB-os pendrive, egy kedves ismerős, vagy még egy működő Windows, és gyorsan el lehet készíteni a telepítőkészet, amiből telepíthetjük a rendszerünket. Na, a telepítés közben befejeződött. Itt, ha most azt mondom, hogy igen, akkor az egész rendszer újraindul, és már a számítógépre merevlemezére telepített rendszer fog elindulni. Viszont nekem még működik egy videóm, ugye egy videófelvételem, amivel az oktató videó készül, ugye itt alul működik egy program, aminek az az érdekessége, hogy ez a live rendszerre, tehát az élő telepítőkészlet rendszerre lett föltelepítve, miután már működött, lett föltelepítve, és ennek megfelelően kiegészítette ezt a rendszert, amivel fel tudtam venni az, hogy hogy készül maga a videó. Tehát akkor én most itt nem fogom a számítógépet újraindítani, a telepítés befejeződött,
Nekem még van egy kis dolgom, ezt a videót el kell mentenem. Ahhoz viszont a videót le kell majd állítanom. Azért nagyjából elmondom, hogy mi fog történni. Tehát lementem a videót, és egy úgynevezett felhőbe fel fogom tölteni ezt a videót, amit én innen bármikor el tudok érni. Tehát a fájlkezelésben, ez a Windowsban is hasonlóképpen van, csak a támogatottsága nem ilyen mély, mint a Linuxban. Itt ebben a rendszerben én létre tudok hozni a hálózatokon belül egy kapcsolatot az én Budapesten tárolt központi számítógépemmel, ennek ez a neve, hogy okis.hu. Ez egyébként egy webszerver, egy adott bázis szerver és egy felhő alapú alkalmazás központi tárolója. Tehát ehhez fogok én most kapcsolódni. Itt is van. Egy korábbi bejelentkezésnél ő már megjegyezte az én nevemet, meg az én jelszavamat. Tehát ha én itt most szépen a HTML, public HTML mappába elmegyek, és itt van a felkiáltójel nevű mappám, akkor én ide bármikor ezt a videót el tudom helyezni. Itt már egyszer egy ilyen megtörtént, úgyhogy ezt gyorsan le is törlöm. Igen, köszönjük szépen, erre nincs szükségünk. Tehát ide fogom majd feltölteni a videómat. Van egy másik lehetőségem is, miután a rendszer használta a két partíciómat, ezért ezek itt értelemszerűen elérhetők, tehát mind a kettő. Itt van egy mappám, ez még ugyan üres, ugye ez még nem az én mappám, mert én most még telepítő személy vagyok. Majd amikor a Linuxba bejelentkezek sólyom névem, akkor fog majd a mappa tartalommal föltöltődni, létrejönnek a központi mappák, stb. Úgyhogy én most azt csinálom, hogy ide a gyökerébe fogom majd még biztonságként eltenni még egy példányban ezt a videót. Hát ennyit a videó bemutató utáni tevékenységemről. Én most így gyorsan ezeket bezárom. Én nagyon szépen, ugye látszik, hogy ezeket elkezdtem használni, tehát már is, mint élőkötetek, ide kipakolta az operációs rendszer ezt a két meghajtót, illetve két partíciót. Na, még egyszer nekifutok a mondandómnak. Én mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki megnézi ezt a videót, ezt a tevékenységét. Remélem, hogy ezzel a pici kis bemutatóval sikerült kedvet csinálnom ahhoz, hogy belőled is Linux felhasználó váljon. Ehhez egy rendkívül jó választás a Linux Mintnek, a Debian Edition változat, vagyis a Debi. További szép napot kívánok nektek, a viszontlátásra!